Azt egy képernyőt meg. És meg is fog történni. Meg már felvételre is megyünk, úgyhogy sziasztok mindenki. Egy kis pillanat, sziasztok. És osztok ide egy képernyőt. Szóval... Sziasztok! Izgalmas podcast, mert hogy olyan témakörrel foglalkozunk, amit gyakorlatilag ti kértetek, úgyhogy így utólag is nagyon szépen köszönjük a javaslatokat erre a témakörre. Reméljük, hogy ahányan kértétek, annyian meg is nézitek. És hogyha úgy érzitek, hogy egyébként ez a kis kutatómunka a Pith Network-kel kapcsolatban hasznos, akkor nyugodtan osszátok szét, hogy másnak is hasznos legyen, aki szeretne vele foglalkozni. Azért itt kiderül egy-két információ. Mielőtt belevágunk, akik itt vannak, azok között gyorsan egy kérdés, hogy úgy kérdés, hogy dobjatok nekem egy chatet, egy like-ot a cseten, bocsánat, chatet ne dobjatok, aki már találkozott mondjuk azzal a problémával tőzsdei kereskedés vagy befektetés folyamán, hogy megkapta az ígért Szent Grál jellegű stratégiát, és azért egy idő után valamiért nem sikerült. Tehát, hogy valami nem volt vele jó, pénzt vesztettél vele, nem stimmelt a személyiségedre nézve, valami nem volt vele jó. Az így dobjon be nekem egy like-ot. Chat? Chat szoba? Többiek? Oké, azért jönnek like-ok. Oké, az is dobjon be egy like-ot, aki már szembesült esetleg azzal a tőzsdei kereskedés vagy befektetés során, hogy hát egyszerűen képen csapta az igazság, hogy még egy csomó minden van, amit nem tud, nem ismer, még nem találkozott kifejezések, technikák, stratégiák, jön a like rendesen itt is. Oké, ezt azért kérdeztem, mert nem tudom, hogy mennyire tudjátok, vagy mennyire tiszta az, hogy mit is szeretnénk elérni Budapesten, április 12-én, de ugye a tudás önmagában a tőzsdei kereskedéshez és a befektetéshez is igen fontos, és hát mindenki erre fókuszál a legjobban, éppen ezért olyan témakörök fognak felmerülni az élő konferencián, amit szerveztünk nektek, amelyek pont arra próbálnak majd kiukadni, hogy hogyan sikerüljön ezeket az akadályokat leküzdeni. Ezek általában egyébként pszichikai akadályok, nem tudásbeni akadályok, csak azért, mert találkoztok valamivel, amit még eddig nem tudtatok, vagy valaki próbál nektek mondani valamit, amiről nem hiszitek el, hogy ez most igaz vagy sem. Nem tudás kérdése, hanem pszichika kérdése, és ez a tőzsde pszichológia. És azért is nagyon örülünk neki, hogy például 12-én eljön Pogácsa Zoltán is, mint vendégelőadó, mert ő pont ezekről a dolgokról fog beszélni. Tehát, hogyha szeretnél egy kicsit közelebb kerülni a megoldáshoz, ami egyébként nem bonyolult, és hogyha meghallgatod őt 12-én, akkor rá is fogsz jönni nagyon hamar, hogy ez alapvetően nem bonyolult, tehát nagyon hamar meg is lesz a megoldás rá, akkor vegyél részt, és ugye szombaton is fogjátok nézni ezt a podcastet, majd a YouTube-on, nektek is jelzem, egyébként maga az esemény teljesen ingyenes, tehát annyit kell tenni, hogy feliratkozol a weboldalon, hogy tudjuk, hogy ki vagy, amikor jössz, és eljönni. Tehát ennyi a dolog. Ez egy egész napos rendezvény lesz. Zoltán nagyon sokat fog beszélni arról, hogy milyen pszichikai akadályok fogják érni majd a befektetőt és a kereskedőt. Természetesen ami a csavar ebben, és ami nagyon izgalmas, hogy egy nagyon nagy kaliberű broker is élőben eljön, és ezeket elmondja. Sőt, mi oktatók is ott leszünk, és ezeket elmondjuk. Az egész rendezvényt erre a témakörre fogjuk kiélezni, és természetesen a befektetés és a kereskedés világát meghatározni, és hogy hogyan kell, vagy mit kell jobban csinálni, vagy jól csinálni. Úgyhogy ne hagyd ki, ha esetleg nem tudsz személyesen eljönni, akkor is iratkozz fel, mert hogy livestreamben is nézhetsz bennünket, és természetesen ehhez is egy feliratkozás kell, ami szintén csak azt jelenti, hogy megadod a nevedet és az e-mail címedet, mert hogy így fogjuk tudni eljuttatni hozzád majd a linket, amelyen keresztül hozzáférsz a live streamhez, és akik eljönnek, akár személyesen, akár a live streamen, természetesen fognak kapni
tőlünk egészen biztosan, és csak halkan sugom meg, hogy akár még a Pepperstone-tól is, akár akciókat is, akik élőben eljönnek, azok pedig természetesen ajándékokat is, úgyhogy bátran vágjatok bele, teljesen ingyenes, senkinek nem kell fizetni érte semmit, és mivel egész napos rendezvény lesz, ezért ellátást is biztosítunk természetesen, úgyhogy mindenkit sok-sok szeretettel várunk, nem kell visszafogni magatokat, nyugodtan gyertek el. Szóval, csapjunk bele a mai témába. Mit hoztunk ma, és mit fogunk megnézni, Mergi Béla? Akkor mondom, hogy hát, ugye kértünk titeket, hogy dobjatok be valamilyen elemzésre váró projektet, és a legtöbb szavazat a Peat Networkre érkezett, úgyhogy feldolgoztuk, és ezzel jöttünk most. Okay. Egyébként jött a Discordra is, meg a YouTube alatt is, tehát hogy több helyen is felmerült a Peat neve, úgyhogy hát megnézzük. Egyébként nem tűnik olyan rossznak, de akadnak gondok is. Kiderül hamarosan. Oké, nézzük meg. Fussuk át a piacot gyorsan előtte, megnézzük meg a heti kis híreinket, amik vannak. Tényleg csak röviden megpróbáljuk nem nagyon elhúzni. Alapvetően azért a rekordok továbbra is úgy tartanak. Két héttel ezelőtt még rekordbeáramlásokat láttunk a digitális eszközbefektető termékeknél, miközben ugye a múlt héten volt egy rekordkiáramlás, bár hozzáteszem, hogy ez a rekordkiáramlás, ez úgy gyakort, hogy azért bőven ellensúlyozza még az elmúlt heteknek a beáramlásait, tehát hogy azért lényegesen kevesebb, ugye két héttel ezelőtt 2,9 milliárd dollár beáramlás volt, múlt héten 2,7 milliárd, és vagyis az előtt 2,7 milliárd, és a múlt héten összesen 942 millió kiáramlás volt, tehát azért ez messze nem a világ vége, hogyha a mértékeket is ugye összevesszük, és alapvetően ugye ez a múlt heti kis korrekció, mert hogy jött végre egy korrekció, talán nem akkora, mint vártuk, de jött végre egy kis korrekció. Az alapvetően egy 10 milliárd dollárral csökkentette az eszközalapok kezelése alatt álló teljes vagyont, de ez még azért mindig messze meghaladja az előző ciklus, erről a múltkor is beszéltünk, ugye a 2021-es all-time high környékén mért csúcsokat, 88 milliárd dollárral, most nyilván ez ugye alapvetően a mostani spot bitcoin ETF-eknek köszönhető, akkor azért még ez kevésbé volt elérhető. És akkor nézzük is meg gyorsan. Itt is azért van egy kis rekordunk, mert azért volt egy öt nap egymás után, ami nettó kiáramlás volt, ez egy kicsit kellemetlenül érintette ugye a múlt hetet ilyen szempontból, de hát ez is még alapvetően azért egy normális dolog. Egyébként az Arcane Intelligence adatai szerint érdekességképpen ugye a folyamatos GBTC kiáramlás, tehát a Grayscale-től történő kiáramlás, ugye az eddigi 624 ezer bitcoinról 357 ezer bitcoinra csökkentette a Grayscale-nek a részesedését. Ez egy 42%-os csökkenést jelent, mióta ugye az alap januárban ETF-re váltott, és azért ez egy elég combos szám, hogy mostanra majdnem a felére csökkent. Várjuk, ugye az a nagy kérdés, hogy mikor fog ez leállni, de erről is már többet beszéltünk, és ezen kívül a másik nagy kérdés az, hogy amikor ugye a Grayscale-nek a kiáramlásai végre-végre csökkenni kezdenek, azért hogy több elfogy, tehát hogy most már azért a fele majdnem elfogyott, akkor a többi ETF az milyen beáramlásokat tud még mindig felmutatni, mert azért azt mostanra egészen biztosan kijelenthetjük, hogy azért a piac valószínűleg teljesen alábecsült azt, hogy milyen brutálisan versenyképes az Egyesült Államoknak az ETF piaca, és hogy mekkora érdeklődés lesz erre a történetre. Úgyhogy továbbra is ez a nagy kérdés, azért nyilvánvalóan ez mozgatja még mindig a piacot, ez még kicsit a végén is lesz még ez ügyben egy kis érdekesség. Illetve van egy kis on-chain érdekesség, ugye is ezt a heti írásból ollózgattam ki gyorsan. Itt annyit kell érdekesen ugye látni, hogy nyilván megvolt az új all-time high, ez tök szuper, és aztán jött értelemszerűen egy korrekció, ugye 61.200-ig mentünk vissza. Itt összesen 2 millió coin váltott át gyakorlatilag ugye a profitos státuszból a veszteséges állapotba, amikor leértünk 61.200-ra. Ezért ez jelzi azoknak az érméknek a mennyiségét, amik újonnan cseréltek gazdát, és már ezen az emelt áron.
Ugye erről is beszéltünk már többször, hogy nyilván az oldalmek közelében azért a régi bent ragadók, meg a nagyon régóta tartók, azok értelemszerűen realizálnak, ez egy tök normális viselkedés, és ugye az adatok szerint pontosan ez történt. Ami viszont érdekes, hogy utána ugye visszapattantunk, tehát most arra azért látjuk, hogy hogy állunk, és amikor 66.500 dollár pattant vissza a bitcoin, akkor körülbelül 1 millió tért vissza ugye gyakorlatilag a profitos státuszba, és ebből, ezekből az adatokból azért ezt így nagyjából ki lehet most sakkozni, hogy ugye ez a 2 millió bitcoinról beszéltünk az előbb, nagyjából 1 millió bitcoinnak van jelenleg a bekerülési ára, a költség alapja 61.000 és 66.500 dollár között, és a következő 1 millió bitcoinnak a költség alapja pedig 66.500 dollár, és nyilván 73.200 dollár között van valahol. Tehát itt azért egy elég 2 millió azért az elég nagy szám, azért a bitcoin életében, lássuk be, tehát ez egy elég nagy szeletke, és itt azért ez mindenképpen egy on-chain támasznak tekintendő, ez azért fontos, hogy a hangsúly az nyilván egy technikai támaszt, az, ahhoz majd még kell egy kis visszaigazolás, de értelemszerűen azért itt ez egy szint, és ez értelemszerűen nagyban fog függeni attól, hogy ezek az újonnan piacra lépő emberek, befektetők, kereskedők, teljesen mindegy, milyen kockázatűrő képességgel rendelkeznek, tehát hogy azért ez nem azt jelenti, hogy szentírás, és ez alá nem fog tudni menni, de hogy mekkora veszteséget fognak tudni elviselni, tehát alapvetően még simán eladhatják ők is, azért az nem azt jelenti, hogy ők most itt évekig tartani fogják, nem ez a jellemző amúgy sem feltétlenül. De az kétségtelen tény, hogy itt azért akkora bitcoin mennyiség cserélt gazdát, hogy itt azért meg lehet állapítani két ilyen árszintet, ami jelenleg, hát ha létezik lokális support, akkor létezik lokális befektetői zóna is, bár a Tominak lehet, hogy most kihullik a haja, de jelenleg azon csinálnak alapján, hogy ezt azért így el lehet mondani. Na, szuper, jó. És még egy is aprósága az on-chain sztoriból, hogy ugye amikor elértük az all-time high-t, akkor ugye 2,6 milliárd dollár realizált nyereséget zártak le, ugye teljes láncon belül, amit ugye meg tudunk figyelni, és ennek a nyereségnek körülbelül a 40%-a alapvetően a long-term holderekhez tartozik, amit fontos magában foglalja, ez a teljes összeg ugye a GBTC Trust-tól megváló befektetőket is, és ugye ebből a realizált profitból a fennmaradó 1,56 millió dollárt, azt pedig ugye kvázi rövid távú tulajdonosok zárták le. Ez ugye, hát ugye azt szoktuk mondani, hogy ez egy éven belül tartón számít ugye rövidnek. A lényeg, hogy ugye mind a két mutatónk realizált nyeresége elérte a 21-es Bika piaci csúcshoz hasonló mértékegységeket, úgyhogy azért elég nagy amplitúdóval indult a piac, továbbra is ugye idő előtt, ez továbbra is ugye az ETF-eknek köszönhető, és még egy érdekesség volt, amivel foglalkoztunk egy picit bővebben, most csak így rövidebben mondom, ez pedig ugye Tomi nagyon örült ennek a kis grafikonnak a héten, hogy alapvetően itt azért ez a mostani oltár, hát értelemszerűen az ETF-ek katalizálják, ez teljesen egyértelmű, de hogy pont emiatt ugye nagyon-nagyon nem a klasszikus bika-medve csatát látjuk alapvetően, és ez ebből a grafikonból is nagyon szépen fog játszani. Most azért a vagyonkezelők jelenleg rekordmennyiségű bitcoin tulajdonolnak, és a retail kereskedők továbbra sem játszanak olyan nagy szerepet az ármozgásokban. Nyilván jönnek, láttuk, megfigyeltük, hogy azért emelkedik a jelenlétük, de hát messze elmaradunk még ugye a 21-es bika piactól, mert alapvetően egyértelműen a vagyonkezelők irányítják a piacot, és itt azért róluk azt tudni kell, hogy ők azért szeretik megvédeni a pozícióikat, és ezen a grafikonon nagyjából ezt látjuk, vélelmezhetjük, hogy ugyanazon a befektetők fedezik a long pozícióikat short pozíció felvételével, ez teljesen ugyanaz történik, mint a hagyományos piacon, tehát ugyanazok fedezik. És itt azért ez megint csak egy kockázatos játék a mi szempontunkból is, akik mondjuk ezt távolról figyeljük, mert hogy nyilván az intézményi befektetők szívesen fognak fizetni azért némi felárat, hogy megvédjék ugye a lefelé történő mozgásoktól a hosszan tartott eszközeiket, és ezen a ponton azt is tudni kell, hogy amikor így módon hedzselik a pozícióikat, azt értelemszerűen azért ők is be fogják zárni, tehát nem 80 ezerig fogják tartani a hedge pozíciót, addig védik, ameddig, nyilván erre van nekik egy számuk, és ebből bizony az következhet, hogy amikor elérik ezt a
a számunkra lélektani határ, majd meglátjuk mi az, nyilván nekik erre egy pontos számuk van, akkor ismét egy furcsa pattanás lehet ezen a piacon, úgyhogy ezt nagyon érdemes lesz figyelni, hogy viselkednek. Nyilván ez még hozzá lehet venni ugye a CRM-nek az adatait is, amiből szintén azért jönnek az, hogy az intézmények hogy gondolkodnak. Szóval azért ez most benne van a pakliba, hogy bizony itt a saját pozícióikat fedezik ezek a nagy eszközkezelők, és azért ők ezt egyáltalán nem a végtelenség fogják tenni, és amikor azt gondolják, hogy oké, akkor a hedzselés eddig tartott, és ott bezárják a dolgokat, az bizony elíthatja tipikusan a long squeeze megint, vagyis a short squeeze, bocsánat jelen esetben, hogy a többi sortost is ki fogja ütni, aki mondjuk a retail és a tőkkeltéses kereskedésbe, és mint nem is annyira ért hozzá, de csak benyitotta, mert mit tudom én, azt olvastam, hogy jön a 40%-os korrekció. Szóval óvatosan, ebből marha könnyen történhet egy ilyen jellegű pattanás megint. Jaj, majdnem felborult a mikrofonom. Igen, bocsi, kicsit beleakadt a kezem a zsinórokba. Úgyhogy nagyjából ennyi, továbbra is tart ez a remek kép, amit a munkkal hoztunk. Kevésbé éles, de ezt még egy ideig fenn fogom tartani, ez biztos. Úgyhogy nagyjából ennyi, amit el akartam mondani, így hirtelen a kis piacunkról jelenleg. Oké, közben jót röhögtem ezen a képen. Az nagyon igaz a kérdés. Jól van. Szerintem gyorsan nézzük meg a híreket, hogyha van kedvetek hozzá. Fussuk át a híreket, és akkor, mert hogy ott van ez a szép ember, tehát tényleg brémálmű lesz, na mindegy. Fussuk át, mert három fontos hír is kijött. Szóval az egyik, ami nagyon-nagyon fontos hír, hogy az Amerikai Szövetségi Ügyesség vádat emelt a KuCoin kriptobroker és két alapítója, Chan Gan és Ken Tang, Ki Tang ellen, a pénzmosás elleni törvények megsértése miatt, amely nem hiszem, hogy nagyon-nagyon sok embert meglep, abból a szempontból sem, hogy lehetőség van pénzmosás elleni törvények megsértésére, másrészt pedig arra, hogy ezt a kormányok is milyen módon kezelik. Nyilván ez hoz majd összetűzéseket, viszont elég fontos, mert a KuCoin az egy eléggé stabil kriptobroker, jelen pillanatban még ugye a piacon, régóta is itt van velünk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi fog vele történni. Mergi, erről egy gyors vélemény, ha van? Hát kicsit cáfolnám az, hogy stabil. Voltak ilyen felröppenő hírek 2023-ban tavaly, hogy el szerették volna adni, csak nem találtak rá vevőt. Szóval ők már úgy érezték, hogy ott valami nem oké, gondolom azóta egy párszor azért rájuk szálltak, és most az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma vádolta őket emiatt, hogy ugye olyan amerikai ügyfelei vannak, akiket valójában nem szolgálhatott volna ki, és ezzel ugye lehetőséget biztosítottak a számukra, hogy 4 és 5 milliárd dollár közötti értéket mossanak tisztára. Csak hát nekem ezzel azért elég sok problémám van, mert hát a világban rettenetesen nagy az ilyen fekete pénzeknek a tisztára mosására tett kísérlet, és ilyen az ENSZ tanulmány szerint a ilyen becsült érték nagyjából 5,25 billió dollár, tehát a GDP, a globális GDP-nek a 2-5% között mozog ez az érték, és valójában ez totál a bankrendszerre, tehát a 99% a bankrendszereken működik, ezt az Europol igazgatója állítja, nem én, úgyhogy emiatt szigorítanak állandóan, ugye tudjuk, most is Európában jön az új AML és KYC törvény egy jelentős szigorítással, de hát, hogy ez mennyire lesz kreatív, vagy jobban van, mennyire lesz olyan megoldás, ami beszünteti ezeket a pénzmosásokat, és végre leszállnak a kriptobrókerekről, hát ez kérdés. Nem ma kezdték el a KuCoint sem ütni, tehát hogy azért már régen is volt, hogy azért próbálkoztak vele. Igazából ja, már szerencsétlen megszokta. Igen, mindenki sorra került volt, Kraken, KuCoin, Coinbase, mindenki, tehát a Binance-ről nem is beszélve, ugye, úgyhogy, ja. Persze, ezért mondtam, hogy stabil, tehát a körülményekhez képest, tehát láttuk a Binance-t is, nézd meg az FTX-et, meg stb. Coinbase, szóval a körülményekhez képest stabil volt, tehát hogy ez a stabilitási kriptópiacon jelenleg. Szerintem. Oké, de volt itt még egy, a szövetségi bíróság elutasította a Coinbase kriptobroker azon kérelmét, hogy ejtsék a SEC a Coinbase ellen indított eljárását,
Ami azért meleg topik, mert azért a Coinbase-nek az ETF-ekkel kapcsolatban is eléggé sok köze van a bizniszhez, és hát nyilván nem jön neki jól a rossz marketing, ha így vesszük. Legalábbis ami nekem lejön az egészből. Nem? Amúgy, tehát hogy azért tudjuk, tehát az SEC tavaly júniusban perelte be a Coinbase-t azzal az állítással, hogy a CryptoBroker megsértette a szövetségi értékpapír törvényeket, természetesen erre vannak mindig kihegyezve, és ugye azzal sértette meg, hogy 13 olyan tokent listázott be, amelyekről az SEC azt állítja, hogy értékpapír. Most a cég ez ellen adott be egy kérvényt azzal, hogy ejtsék az ügyet, mivel hogy megkérdőjelezte, hogy az SEC-nek a kriptobrokerek felett van-e egyáltalán bármilyen hatásköre. Na és akkor most így a Kathleen Fail, amerikai kerületi bíró ugye azt döntött, hogy igenis van, és hogy érdemes azokat az állításokat megvizsgálni, amit az SEC állít, és érdemesnek találja azt kitárgyalni, hogy egyáltalán ezek az érvelések, hogy megsértette az értékpapírtörvényt, és hogy egyáltalán tokenizált eszközök értékpapíroknak minősülnek-e vagy sem, azt szeretnék kivizsgálni, és jobbondva hát eldönteni, hogy végre valahára kapunk egy döntést, hogy hová is tartoznak. Reméljük, hogy így lesz. Ez még az a 23 júniusi per, amikor többen azért azt boncolgatták, hogy mégis a SEC mi alapján döntött a 12-13 tokennek a ugye értékpapír ügyletes sztoria véget, és jó néhányan kihozták, hogy azért itt egy elég találomra történő választás volt, vagyis nagyjából a Coinbase-nek a kezdő oldalán a screenshoton látszott az a 13 token, amit így sikerült befoglalniuk ebbe a perbe. Tehát, hogy nem volt túl megalapozott, hogy ők ezt tehát bármilyen a token kapcsán megalapozottan mondták volna, hanem valójában tényleg felmentek így köbben a Coinbase kezdőlapjára, és amit ott láttak, 13 tokent, azt így berakták. Hát ez ilyen tipikus SEC megoldás, tehát nincs ez semmi gond. Jó, csak ugye beszélgetünk sokat, hogy mi lesz értékpapír, meg mi nem, és ugye sokan hivatkoznak erre, hogy hát a SEC-nél ez a 13 biztos nyilván, mert ez benne van a perbe, tehát ilyen szempontból biztos, mert hogyha a per úgy sül el. Csak hogy hát ez elég random volt az a bökés ott, ugye azt azért tudjuk. Meg azért a Coinbase-szel kapcsolatban, ugye Bergivel beszélgettünk erről, van egy másik olvasata is ennek a sztorinak, nem egészen értjük, hogy a Coinbase miért tekinti ezt győzelemnek. Ugye van egy olyan olvasata is ennek, hogy győzelemnek tekinti el a bíró döntését bizonyos szempontból, ugyanis a bíró alapvetően úgy ítélte meg, hogy az előző témától függetlenül, hogy a Coinbase walletet használók azok a Hovi szerint sem lesznek befektetési szerződések, tehát nem minősülnek értékpapírtranszakcióknak, ha csak nem, ugye azt nem tudja bizonyítani, hogy a Coinbase brokerként működik a Coinbase wallet létrehozásával, de ezt ugye nem tudja bizonyítani. És ilyen szempontból ugye azt mondták, hogy a Coinbase ezen ponton nem ellenőrzi az ügyfeleknek a Coinbase walletben tárolt kriptopénzeit, nyilván itt a felhasználók őrzik a saját tőkéjüket, és ők és a saját egyedi döntésük alapján döntenek arra, hogy a walleten keresztül milyen tranzakciókat folytatnak le. Ez ugye egy érdekes dolog, mert hogy ezen a ponton ugye az előzőben még ha is parasztalják a Coinbase-t, ami egyébként elég kellemetlen önnek itt, de hogyha még a talpon is marad, azért megy ebbe az irányba a legtöbb kriptobroker, hogy ugye kvázi ilyen saját walleteken keresztül férsz hozzá a brokerhez, ahol ezen a ponton ő már csak likviditás szolgáltató. Hogy ezzel mit kerülnek meg, és mit nem, az egy nagy kérdés, illetve ez ezen a ponton mindenképpen ugye definek számít, és azért azt is tudjuk, hogy hát Amerikában sem nézik ezt jó szemmel, vagy legalábbis próbálják majd elég erősen kordába tenni, és azt is tudjuk, hogy a Mika is egy kicsit még vakargatja a fejét, hogy pontosan a defit milyen módon kéne beszabályozni, közben nyilván azt is tudjuk, hogy nem fogják tudni beszabályozni. Szóval nagy kérdés az, hogy a Coinbase ezt miért veszi sikernek, ugye? Hát, de nagyon örült ennek a döntésnek. Ki fog derülni, ha jól legózunk az információval, akkor már egyébként nagyjából most is lehet sejteni, hogy ki és miért és merre felé menekül. Apropó menekülés, ez az egyik legszaftosabb szerintem ezen a héten, hogy ez a csodálatos úriember, ennek a csodálatos úriembernek negyed évszázadnyi ideje van arra, hogy ezt a frizurát helyrehozassa. Most azért
Azért ez a mikrofon, ez még mindig, ez még húzza az ember, de mindegy. Vagy még most is ilyen? Mergi, még most is ilyen a frizúja? Vagy ez azóta már egyébként... Volt a képek, de van a börtönben már egy raptárs, aki vállalta, hogy írja ott a haját, úgyhogy... Na jó, oké, frankó. Ja. Szóval a következő 25 évben Sam Bankman-Fried nem lesz amerikai elnök. Csak hogy tudjuk róla. Igen, ezt utalása arra, hogy ugye a Caroline Ellison vallomása volt, hogy szemi politikusi babérokra szeretett volna törni, és az volt a szem előtt, az volt a nagy vágya, hogy egyszer ő lesz az USA elnöke, és amire akkoriban ugye 5%-os esélyt is látott, és mindent és mindenkit ezért akart megvenni, és ezért akart lefizetni, hogy ő minél közelebb kerüljön a tűzhöz, ezért szórta is a pénzt, és a céljai elérése érdekében gázolt át mindenkin. Ezt konkrétan a Kaplan bíró mondta, vagy Kaplan, hogy hívják, bíró mondta a tárgyalás végén, hogy az egész altruizmus, meg az emberekért vagyok, az csak színjáték volt, és hogy egy jó marketingesnek tartottam őt, semmi másnak, úgyhogy hát érdekes volt az a majdnem két, illetve hát több mint két óra volt az a tárgyalás, végigkövettem. Nagy komu ember. Megérdemli amúgy ezt a 25 évet, én úgy gondolom. Így van. Amúgy, hogyha kiszabadul 25 év múlva, és megválasztják amerikai elnöknek, semmi csalódás nem lesz bennem Joe Biden után, tehát gyakorlatilag csak az elvárhat hozzá az Amerikai Egyesült Államok, szóval hajrá! Abszolút, abszolút. Igazából még 25 év múlva is túl fiatal lesz elnöknek. Hát nem tudom, mennyit fog öregedni a bőriben 25 év alatt, azért ott lesz egy kis szappan, meg ilyesmi. Bár az mondjuk pont bőrsimító, szóval. Már meglátjuk majd, meglátjuk. Majd kérünk folyamatosan képeket a bőri társaktól, hogy mi a helyzet vele. Jó, hát ennek jó, ha felét leüli, gondolom. Persze, nyilván. Addigra bőri se lesz, mire ennek vége lenne. Hát meg kérdés, hogy milyen luxi bőrit tudott, tehát elképzelhető, hogy meg tudják neki venni a jobb körülményeket, mert hát egy gazdag családról beszélgetünk, úgyhogy... Vagy mint az öreg Escobarnak, lesz egy saját kis börtön, saját biztonsági őrökkel, és ott szépen el lesz. Azt olvastam a Twitteren, hogy állami börtönbe zúzták. Úgyhogy... De majd áthelyezik. Át is helyezhetik, kérelmezhetik, mert hogy ő beteg, tudod, ő alapból, persze, neki van egy csomó ilyen mentálisan föl. Ura, devianciás betegsége, igen. És ez ki is van, tehát erről van orvosi papírja is, úgyhogy simán át tudják őt helyezni szerintem. Írt egy Mankampfot is, nem, vagy azt még nem? Még a végén berakják valami szimpla intézetbe, aztán a tök nyugodtan el lesz. Na, azt talán nem, de biztos vagyok benne, hogy valamit intéznek neki. Hát persze. Anyuci, apuci szépen elszaladt a többivel, úgyhogy már pénzzel, úgyhogy megoldják. Jó, oké. No, nézzük meg ezt a PIF dolgot. Mert tényleg sokan kérték, izgalmas, mit derítettünk ki róla. Az most kiderül. Szóval... Felvezeted? Az első pontban ugye van egy nagyon szép listánk, hogy hogyan nézzük végig, és ugye ezt próbáltuk nektek megmutatni két podcasttel ezelőtt is, hogy egyébként mi a helyes módja átvizsgálni, és hát az egyik helyes módja átvizsgálni, hogy mi is történik egy projekttel, bocsánat, és hogy ez mennyire jó projekt, vagy nem. És hát ugye az első pont, amit megnézünk, ahogyan azt nagyon hangsúlyoztuk akkor is, hogy mi a helyzet a white paperrel, mert hogy ez nagyon sok mindent elmond, hogy mennyi emoji tartalmaz a white paper, vagy a Merginek a kedvence, stb. Úgyhogy, de nem, tehát hogy tényleg. Szóval tényleg, nézzük meg a white papert, hogy mi a helyzet vele. Még mielőtt kitérünk a white paperre, csak akarom mondani, hogy ugye ez egy orákulum hálózat, és ugye a nevét a Pete Network-öt, ezt valójában a Pitia után kapta, az a delfoi Józsdának a főpapnője volt akkoriban, és hát ezután lett a Pit. És a Matrix a Pete főszereplője, igen. Ja, ha már orákulum. Igen, ez csak egy
benne van. No, hát kicsit bajba vagyok ezzel a white paperrel, mert egyrészt én rosszul kezdtem el nézni a sztorit, mert hogy én a PID Data Association honlapján kezdtem, ők állnak a projekt mögött, és ott abszolút meglelhető volt, rákatintottam, ott volt a white paper, elolvastam, de az egy 2022-es dátumozással volt, de természetesen nem tudtam semmit a projektről, ezért úgy gondoltam, hogy az a valós, hurrá, hurrá, majd átnéztem a magára a honlapra is, a PID Networkre, ennek a hivatalos oldalára, elkezdtem olvasgatni, és akkor így csak így pislogtam, hogy hoppá, hoppá, hát köze nincs a white papernek magához, a jó dolgot olvasok is. És akkor utána túrtam egy picikét, és kiderült, hogy ennek van egy V2-es változata, ami egy frissebb white paper, a 2023-as, mert hát kiadtak egy újabb verziót, ami a mostani hivatalos, úgyhogy egy picikét ilyen egy kicsit így úgy döntöttem el, hogy ehhez azért annyira nem zöld pipázom, mert hát tegyék már egyértelművé. Most ma pont néztem, hogy nem cserélték le, de már lecserélte a PID Data Association honlapján is a 2023-as verzióra, úgyhogy ez most már szerintem így ki van egy kicsit így... Kipofozták. Igen, megoldották ezt a dolgot, no, de akkor egy hete néztem, vagy már másfél héttel ezelőtt, amikor ezt elkezdtem csinálni, akkor egy kicsit így belezavarodtam, úgyhogy szerintem nem egy korrekt dolog, mert ha változtatok valamin, és arra építem fel magát a projektet, és magát a vállalkozást, akkor azért nem vezetem félre az embereket, illetve hát odafigyelek arra, hogy a frissítések azok megfelelőek legyenek. Oké, hát egyelőre az első bekezdéssel nem igazán győztél meg. Mármint ugye... Ja, és csak így mondom, hogy alapból már ott kezdődött a white papernél, hogy te jó Isten, hát most melyik a valós? 22-es, 23-as, ja, már hogy van, 23-as is, no, szóval így. Jogos. Igen. Szóval, de mi a projekt? Tehát a PID Network egy olyan Oracle szolgáltató végül is, ami azt kínálja, hogy professzionális kereskedőktől és brokerektől származó, igen nagy pontosságú piaci adatokat összekapcsol bármilyen okosszerződéssel, bárhol, bármilyen protokollban. 21-ben hozták létre, és hát gondolom azért, mert azt látták, hogy növekszik a decentralizált applikációknak a világa, és ezeknek a decentralizált applikációknak bizony szükségük is van ilyen Oracle vagy orákulum szolgáltatásra, vagy szolgáltatókra, és látták, hogy a meglévő szolgáltatók, ugye, hát hogy mondjam, tehát egy szolgáltató uralja a piacot, de annak is vannak hiányosságai, és hát ők úgy gondolták, hogy akkor egy saját megoldással rukkolnak elő, és ezzel is léptek a piacra, így létrehozták ezt a PIDnetet, ami valójában egy Solana blokkláncnak a forkja, és ezt a PIDnetet használják kifejezetten arra az adatszolgáltatásra, és ennek a segítségével végül is biztosítják a felhasználók számára pontos árakat a kriptoeszközökhöz, a részvényekhez, a devizapárokhoz, az ETF-ekhez, és különböző árupiaci termékekhez is. Ez amúgy nagyon szimpatikus, ja. Mergi. Amúgy eddig szuper, tényleg. Igen, mondjuk lehet, hogy másokból gondolom úgy, hogy szimpatikus, de hogy ők konkrétan már tudják, hogy mit jelent a kereskedés a befektető közötti különbség. Tehát, hogy már eleve úgy is pozícionálják. Tehát, bocsánat, ez csak muszáj. Adatokat szolgáltatnak, úgyhogy igen. Kiszolgálják amúgy a befektetőket és a kereskedőket is. Igen. Ugye ilyenkor mi általában mindig azt figyeljük meg, hogy milyen problémára ad megoldást maga a projekt, hogy egyáltalán életképes lesz-e a jövőben valamikor. Tehát valójában, ha úgy veszük, hogy ezeknek a blokklánc alkalmazásoknak szükségük van mindenfajta képen olyan külső adatokra, amik ugye a való világból származnak, csak hát ezekhez a rendszerekhez elég nehéz hozzáférni, mert picit más a felépítésük, mint magának a különböző decentralizált protokolloknak, és ezért ezeket a külsős adatokat úgynevezett orákulumok biztosítják a számukra. Ezt úgy kell elképzelni gyakorlatilag, hogy ők egyfajta ilyen közvetítőként működnek a való világ és a decentralizált protokollok között.
gyűjtik ezeket az adatokat össze, és akkor ezeket így szolgáltatják a DeFi esetében. Szinte mindenhol találkozunk ezzel. De akkor ez így mennyire fejleszthető ez a terület? Már abból indulok ki, hogy ugye alapvetően külső forrásokat használnak információkhoz, és ez ugye jellemző egy picit a kriptópiacnak, a kriptóvilágnak a bezárkózását, valahol érthető, meg valahol kevésbé érthető okokból, és ez miatt ugye ezek a fundamentális adatok, amelyekkel rendelkezni fognak, ezek eléggé, hát azt nem mondom, hogy megbízhatatlanok, de hogy a pontosságot nem feltétlenül fogják reprezentálni mindig, nem? Hát ők most gyakorlatilag pont arra törekednek, hogy azokat a valós adatokat, főleg árfolyamokról beszélgetünk most, tehát ők gyakorlatilag pénzpiaci termékeket az adatait szolgáltatják ezeknek a decentralizált protokolloknak. Uh-huh. Erről van szó. Vagy okay. más volt a kérdés? De igazából nem, értem ezt a részét, csak ugye még mindig arról van szó, hogy az információ, amiből táplálkoznak, az nem megfeltétlenül pontos. És épp ezért... Majd megtudjuk attól, hogy kitől szerzik az információt. Ja, igen. Hát azt majd azt mindjárt megmondjuk, hogy ez mi. Tehát előre haladtál majd mindjárt, odáig is eljutunk, hogy kik szolgáltatják nekik az adatokat, és hogy ez miért lesz jó. Na szóval, majd mindjárt most mondom. Tehát, hogy mi az orákuloknak a problémájuk, ugye a bizalom és a pontatlanság általában. Tehát, hogy itt tényleg ezzel van a probléma, hogy honnan származnak ezek az adatok, tehát kik szolgáltatják, mert hát ez ténylegesen nem mindegy. Mert főleg azért nem mindegy amúgy, mert ezekben az okos szerződésekben ugye néha tényleg nagyobb érték tud összpontosulni, és azt már így nagyon ismerjük, hogy minél több az érték egy bizonyos protokollban vagy okos szerződésben zárva, annál inkább kompromittálható a harmadik fél is, úgyhogy ezek a partnerségek néha rizikósaknak számíthatnak. És, de a nagyobb probléma amúgy nem ez volt, a nagyobb probléma amúgy az volt, hogy időben gyakran csúsznak ezek az adatok, és ezek pontatlan információkhoz vezetnek, ami azért annyira nem jó egy DeFi-nál, pláne most, hogy a DeFi azért fejlődik, már abszolút vannak olyan trading protokollok, amelyek már majdnem úgy működnek, mint a CEX-ek, úgyhogy ott igenis nagyon fontos az, hogy pontosan és időben kapják meg ezeket az adatokat. Szóval erre, ezekre a problémákra hoztak ők végül is egy saját megoldást. No. És ezt a saját megoldást amúgy úgy találták, hogy gyakorlatilag most jön a válasz a kérdésedre, elsődleges forrásból szerzik be az adatokat, úgynevezett direct from source architektúrán keresztül kezelik ezeket az adatokat, és ezzel gyakorlatilag kiküszöbölték a késedelmeket, valós időben valós adatátvitelt biztosítanak, mert hát elsődleges forrás. Ez az úgynevezett pool modell, és ami biztosítja nekik azt, hogy hiteles is ez az adat, az onnan van, hogy a validátoroknak a hálózata maguk az adatszolgáltatók. Tehát azok az adatszolgáltatók, akik szolgáltatják az adatokat, azok valójában a validátorai is a hálózatnak. És ez így szerintem zseniálisan ki van találva, két legyet ütöttek egy csapásra, gyorsak, mert elsődleges forrásból kapják az infót, és valójában hitelesek, mert hát maguk az adatszolgáltatók validálják az adatokat. Oké, akkor... Tehát végsősorban akkor valós problémát old meg a projekt, van Igen. egy jó megoldásuk, Igen. nagyon kevés a konkurenciájuk, de a white paperrel azért voltak problematikák. Aztán mondtam, hogy kevés a konkurencia, azt csak te tetted hozzá. Ja, én tettem hozzá, hogy jó, valós konkurenciával kevés. Ilyen jellegűből. Na mindegy, ez majd elég. De azért a white paperre voltak gondok. Egyébként a múltkor még csak ugye pipánk volt, meg X-ünk itt valaki írta is, hogy red flag. Azért közben itt javították, tehát hogy
Mondjuk, hogy nem egy az egyben lehet Threadfelg, azért van white paper, és le van írva benne, hogy miről lenne szó, de azért volt ott némi anomália, szóval igazából csak egy kis figyelmeztető jelet kap, amit idővel azért tud orvosolni, hogyha megfelelően frissíti mondjuk a white paperét legközelebb. Ja, oda kell amúgy ezekre figyelni egy ilyen cégnek, pláne, hogy fiatal a cég, és arra építi, hogy valójában egy közösséget épít, és most kéne betörni a piacra, akkor én elvárnám tőlük, hogy odafigyelnek az utolsó minden mozzanatra. Nem sikerült ezt megugraniuk. Oké, én ettől a ponttól kíváncsi leszek, mert azért itt vannak red flag nálam, például zöld zászló is van, majd lehet, hogy a végén elmondom, hogy miért, de oké, nézzük meg a technikai részleteket a projektnél. Oké, technológia. Alapvetően a PEAT protokollnak két verziója van, és két verziót futtat. Az egyik ugye a Solana mainneten, amelyik csak a Solana ökoszisztémának szolgált adatokat, a másik pedig ugye a PEAT-net upchain-en, ez ugye a saját hálózatuk. És a PEAT-net upchain, ami ugye egy forkja a Solanának, a Proof of Authority konszenzus mechanizmusra épül, gyakorlatilag egy számítási alapréteg, ami a PEAT adatszolgáltatók által szolgáltatott adatok feldolgozásához és összesítéséhez van. Illetve a PEAT-neten keletkező árfolyam feedek jelenleg 52 blokklánc számára érhetőek el. A rendszerben három fő entitás működik közre, az egyik az adatszolgáltat, amiről beszéltünk, hogy nem mindegy, hogy ki az, és itt azért itt van a Jane Street is, a Chicago Trading Company, és nyilván a Binance, akik első kézből szolgáltatják az adatokat, és cserébe pitteneket kapnak, ugye jutalom formájában. Ezek a jutalmak különböző mérőszámokon alapulnak, beleértve a pontosságot, időszerűséget és ugye a stékelés nagyságát, mivel ők egyben a PEAT-net validátora is, és jelenleg közel 100 adatszolgáltatóval dolgozik együtt a PEAT, tehát hogy azért ez egy hatalmas adatkínálat, és egész nagy és megbízható nevek is vannak benne. Ez egy picit válasz a Tomi kérdésre, közben egyébként valaki írta, hogy a saját webbaknak sem tudnak képesek adatot szolgáltatni, igen, ebben azért van egy kis igazság a white paper-nél, azért kapott egy kis felkiáltó jelet, de valóban. A második ugye a PEAT Oracle program, ami egy aggregációs algoritmus, illetve ugye vannak a feed felhasználók, és ezek gyakorlatilag ugye az összes decentralizált alkalmazás fejlesztők, illetve ugye a DeFi hálózatot és a szolgáltatásaikat használó Web3-as alkalmazások. Ezek a projektek ugye különböző módszerek segítségével közvetlenül a forrásból csatlakozhatnak a valós idejű árfolyam feedekhez, és ők fizetnek ugye az adatokért PEAT tokenben. A működése, hát mondanám, hogy egyszerű, de azért annyira nem egyszerű. Gyakorlatilag az adatszolgáltatók az adatokat ugye a PEAT-netre továbbítják, hogy azokat az Oracle programon keresztül összesítsék, számlákba sorolják, majd ezeket az adatokat a Wormhouse üzenetküldési protokollon keresztül továbbítják egy másik blokklánc felé. Az adatátviteleket normál DeFi tranzakciókkal kezdeményezik, amelynek az Oracle adatokra támaszkodnak, így húzva be az adatfrissítéseket. A vállalkozás alapvetően arra összpontosít, hogy a pénzpiaci adatokat elérhetővé tegye a fejlesztők számára, pillanatnyilag 53 blokkláncon, ebbe ugye EVM láncok is beletartoznak, az Aptos, a Sui, a NIR és a Cosmos alapúak is, tehát hogy azért elég kiterjedt helyekre tud szolgáltatni jelenleg is, és azt hiszem, hogy ezt elég durván tervezik is bővíteni, ugye, mert tehát, hogy technikailag sokkal több is képesek lennének. Hát én úgy gondolom amúgy, hogy az 52 blokklácon magasan ők vezetnek a konkurensek között. Itt nem is az a bizony, hogy blokkláncokat bővítsék már, hanem inkább az, hogy a fejlesztőket megszólítsák, hogy az adott decentralizált protokollok, amik ezeken a blokkláncokon futnak, azok velük dolgozzanak. Ez több szempontból is marha kényes kérdés lesz a továbbiakban is, szerintem ma még sokszor elő fog felülni. Oké, gyorsan, ugye termékei gyakorlatilag két terméke van, mondjuk, hogy van egy harmadik, ami hát kicsit olyan Mátyás királyos van is, meg nem is. Az egyik ugye gyakorlatilag maga az árfolyamok, ugye az élő árfolyam frissítések az okos szerződésekhez, ugye van mellette a benchmarkok, ugye, ami a korábbi piaci adatokat takarja le, és elvileg van egy PEAT entropy, ami csak a dokumentációban van jelenleg feltüntetve, magán a honlapon a termékek között nincs ott, de elméletben lehetővé tenni a fejlesztők számára, hogy véletlen számokat generáljanak a blokkláncon, ezt ugye olyan alkalmazásokhoz lehetne felhasználni, mint ugye az NFT mintelések vagy játékok, és bár
nem létezik technikailag, de állítólag ez a Peak Entropy már jelenleg is több VM hálózaton elérhető. Meglátjuk. Valószínűleg ez érkezik, ugye 4 hónapos a projekt, ha jól tudom, vagy jól mondtam, vagy jól emlékszem. Igen, igen. Tehát, hogy nyilván ez terve van, reméljük, hogy létre fog jönni. De alapvetően azt hiszem, el tudjuk mondani, hogy a technikai részletek egyrészt elég szépen kereken le vannak írva, másrészt alátámasztják a white paperben ígérteket, úgyhogy szerintem ez azért megérdemli a pipát. Kapjon egy pipát egyébként. Már a white papernél kezdett megfogalmazódni bennem egy gondolat, ezzel a technikai részlettel most csak megerősödött, kíváncsi vagyok a végére, még mindig fent tudom-e tartani magamban, ha igen, akkor elárulom, hogy mi az, ha nem, akkor pedig majd elfelejtjük szép csöndben. Ne, de komolyan, okay. Hát így szépen haladok a sztorival, haladok vele a gondolatban. Na, szóval, izgalmas lesz, jó. Igen. Abszolút, kattog az agyam rajta rendesen. Szóval egyébként gazdasági modell szempontjából, ugye az egész network decentralizált, önfenntartható és token alapú irányítási rendszeren épül, és amit ugye tudni kell, hogy 2023. november 20-ai mainnet indulással indult a token kibocsátása is. És ugye a tokeneket a Solana bocsájtotta ki maximális kínálati plafonnal, ami ugye 10 milliárd darabbal kezdődött, vagy indult el, ugye annyiban határozták meg. Ugye a kezdeti kereskedelmi forgalomba kerülő mennyiség az másfél milliárd darab volt, és Coinbase kivételével az összes nagyobb brókerbe listázta gyakorlatilag. Ez a ponton érdekelne egyébként, hogy a Coinbase-nek mi volt a baja vele. Magát a tokenomika modellt ugye 4 évig inflációsra tervezték, ez picikét kezd majd hajazni arra az előző történetre, amit előző podcastben is elmondtunk. Azaz a PIT tokenek a 85%-a jelenleg zárolva van, mondjuk megmondom őszintén, ez a része nem tetszik, és ugye a záró tokenek a kezdeti token bevezetése után 6, 18, 30 és 42 hónapos periódussal oldódnak majd fel, szóval azért eléggé, itt is van egy kis türelmi idő erre, tehát teljes mennyiség valamikor 2027 márciusában lesz elérhető a piacokon, addig viszont minden feloldás igítja a mennyiséget, azaz a projektnek ezen időszak alatt dinamikusan kellene növekednie ahhoz, hogy a token iránti kereslet is megmaradjon, hogy ne veszítsen az értékéből. És ugye egyelőre nem alakul rosszul a teljesítmény, bővebben ugye a piaci elemzésnél majd megnézzük, hogy a teljesítménye milyen a projektnek magának. Ez még úgy önmagában nekem nem ad egy egyértelmű red flaget, de azért itt majd érdemes lesz hasonló dolgokra is odafigyelni, amit átbeszéltünk az előző projekttel kapcsolatban is, hogy ez vajon egyébként mennyire lesz majd hasznos, vagy nem hasznos a hosszú távon, mert ugye 4 év. Tehát meglátjuk. Hát oké, csak ezeknél a projekteknél ez egy bevált gyakorlat. Nyilván te most szimplán gazdasági szempontból nézed, ott persze ez gyanús lehet, de valójában ezeknél a tokeneknél, vagy ezeknél a projekteknél ez egy bevált gyakorlat, ez a 4 év fokozatos feloldás, tehát ilyen formán a gazdasági modelljével egyébként nagy baj nincsen, mármint hogy ez jelenleg alapvetően. Abszolút, és a környezetében be is olvad, tehát ahogy te is mondod, hogy a legtöbbet ugye hasonlóképpen tervezik, a nem is az, hogy gyanúsan nézek erre a dologra, mert nem, nem is a projekt felé vannak gyanúim, vagy gyanakodásom ezzel kapcsolatban, hanem inkább azzal kapcsolatban, hogy ugye a gazdasági igények borzasztó hamar tudnak változni, most meg így, most már a 21. században főleg, tehát 4 év, azért az egy eléggé optimista elgondolás, hogy egy ilyen fajta tervet végig tudjunk vinni, mondjuk akkor nem zavarna, hogyha erre van egyébként backup terv, de mondom, tehát nem a projekt felé, hanem inkább ez a megszokott forma, amit alkalmaznak, ez az, amivel kapcsolatban vannak kétségeim, de nem úgy vannak kétségeim, hogy szerintem ez rossz, tehát nehogy félreértse, hanem azért a gazdaságban vannak red flagek, hogy ez azért meg tud bicsaklani egy-két ponton, ha ugyan. Jó, az egy másik ilyen. Igen. Igen. Hát azért ez egy külső hatás. Oké, de alapvetően ez ilyen szempontból még jelenleg stimmel. Nézzük meg a token eloszlást, ami ugye az általában kulcskérdés szokott lenni. Nézzünk. Van hozzá, azt hiszem, képünk is, úgyhogy meg tudjuk mutatni. Gyakorlatilag az 52%-ant, tehát a több mind a felét, azaz ökoszisztéma növekedésére
fenntartott mennyiség képviseli, 5,2 milliárd tokenben határozták meg ezt a részt. Ezt azok kapják amúgy, akik a PEET hálózathoz hozzájárulnak valamilyen módon, ide értjük a fejlesztőket, oktatókat, kutatókat, stratégiai hozzájárulókat, és valójában ezekkel a tokenekkel szeretnék úgy elismerni és jutalmazni ezeket a személyeket, szervezeteket. Ők fognak hozzájárulni ahhoz, hogy a PEET hálózat az bővüljön, életképes maradjon, stb. Tehát, hogy ide allokálták az 52%-ot. Aztán a következő második legnagyobb, az a 22%-ot képviselő publisher reward, az gyakorlatilag az adat szolgáltatóknak a jutalma végül is, amit 2,2 milliárd darabban határoztak meg. Ugye ők felelnek az ár adatoknak a közétételéért a PEET protokollokban, és ugyanúgy jutalmazási mechanizmuson keresztül fognak ezek kikerülni magukhoz a validátorokhoz. Különböző támogatási programok vannak erre kitalálva, illetve hát majd szavaz a DAO, gondolom, ezekről a támogatási programokról, és ez egyfajta ilyen ösztönző ahhoz, hogy a rendszerben maradjanak az adatszolgáltatók. Ebből a mennyiségből amúgy 50 millió darab került most feloldásra novemberben, és akkor a fennmaradó összeg az pedig az ütemterv szerint fog majd feloldódni. Oké, utána van 10%, az a protokoll fejlesztésre szánják, az ugye 1 milliárd dollár. A token készlet, ezen részét a core fejlesztők kapják majd, ők fejlesztik a protokollnak a decentralizált adatszolgáltatás működtetéséhez szükséges Oracle eszközeit, termékeket, infrastruktúrát. Kiírtam, hogy a Duro Labs például az egyik ilyen fejlesztője ennek a csapatnak, na ezt majd utána mondom, hogy kik vannak a csapatban, tehát a Duro Labs-ot azt véletlenül meg is találtam. Ebből a mennyiségből 150 millió lett már feloldva, úgyhogy az összes többi, a maradék az majd ugyanúgy az ütemterv szerint fog feloldódni. Hiszen van valami ütemtervre is képünk, azt majd akkor megnézzük később. És van aztán 10%, az a privát értékesítéskor lett kiosztva, az 1 milliárd darabot számlál, az már le van kötve, abból nem lett semmifajta token piacra küldve. Ez a kezdeti befektetők számára lett kiosztva, valamint ilyen venture capitalöknek természetesen, és itt a teljes mennyiség lett zárolva. Feloldási ütemterv szerint fog ez is oldódni. Valamint ugye van a közösség is a launch, erre 600 millió darabot allokáltak, ebből a mennyiségből már, ja, ebből már teljes mennyiség ki lett osztva, igen. Volt egy fajdi eltolásod benne, az 1 millió darab helyett 1 millió dollárt mondtál. Jótékonyan már megelőlegeztet neki az 1 dolláros árfolyamot minimum, de nem az darab volt az is. Ha valaki esetleg ezt hallott, az nem dolgok. Ja, bocsánat, hol? Ja, igen, lehet, hogy félrebeszélek menet közben. Itt egyébként az a nagyon furcsa ebbe, hogy hát furcsa, tehát ugye az, hogy mondjuk, hogy a Binance-nél még az, hogy Bitokenbe fizetik ki őket, egy dolog, de egy Jane Street az egyébként mit csinál a Bitokenekkel? Amit értem, farmolja, tehát kb. Most gyakorlatilag ők farmolják. Ez így furcsa, hogy ők ugye egy ekkora cég miért áll le egy valamilyen kis kriptoprojektnek a tokenjét farmogatni, nem? Hát látják benne a potenciált. Nem tudok erre mást mondani, nagy valószínűséggel valamit látnak benne, tehát ez egy ilyen jó kérdés. Amúgy alapjáraton ez akár még jó projekt is lehetne, hogyha gyakorlatilag a gazdasági rendszer, a szabályozás és minden egyéb az mellette áll. De hát ez egy ingoványos talaj, és én kíváncsi vagyok, hogy ez fog alakulni amúgy. Itt mielőtt értékeled és belemászunk a következőbe, tényleg egyetlen percre csak annyit még, hogy itt azért elég kemény százalékos arányokról beszélgetünk, ráadásul elég pontosan meghatározva, hogy hol milyen százalékos arányok vannak. Ezáltal azt is tudjuk, hogy mennyi van lekötve, vagy nincsen lekötve.
És azért hasznos információ ez, mert hogyha valaki viszont nem befektető jelleggel gondolkozik a projekten, hanem kereskedő jelleggel, akár hosszú távon is, annak ugye fontos kérdés az az információ, hogy egyébként, ha egyszer beszakadna, akkor meddig mehet lefelé? És azt mindenféleképpen érdemes ilyenkor feltérképezni egy kereskedőnek, hogy ha már rendelkezik ezzel az információval, hogy milyen százalékos arányokban oszlik ez el, ebből hány százalék van lekötve, az körülbelül milyen árat reprezentálhat a piacon, és körülbelül, tehát pontosan nem fogjuk tudni meghatározni, ott kell majd találni valamilyen valid technikai támaszt, de ott van egy valid befektetői technikai támaszod. Tehát már csak ezzel az anyaggal, ezzel a kutatási információval egy kereskedő, mondom, akár hosszú távon is nagyon-nagyon hasznos információhoz jutott. De ha erről többet szeretnétek tudni, majd később esetleg beszélgethetünk még róla. Oké. A lényeg, hogy a token eloszlásra alapvetően nem igazán találtunk benne kivetni valót, mondjuk úgy, hogy kap egy pipát. Token hasznosság, token funkció. Alapvetően ugye a PIT networknek a kormányzati tokenje, de van többféle funkciója is, amit ellát, illetve van utilit része is elméletileg, de a tokennél ez ugye egyértelműen fizetnek is az adatfelhasználók az adatokért, illetve az adatszolgáltatók is ebben a tokenben kapják meg a jutalmukat, amiről az előbb ugye beszéltünk. Alapvetően az egyszerű PIT token tulajdonosok stékelhetik a tokenjeiket, majd a jövőben valamikor talán jutalomért cserébe, mert jelenleg nem jár érte semmi, de stékelni lehet. És ugye azzal viszont, hogy besztékelik, ugye szavazhatnak az irányítási kérdésben, kormányzás egy-egy token szavazási mechanizmust használ a közösségi kormányzási javaslatok esetében, ahol minden egyes stékelt token egy szavazatot képvisel, illetve a láncon belüli kormányzás váratlan számos döntésért és intézkedésért lesz felelős, például a jutalmazási struktúrák meghatározásáért, az adatszolgáltatók számára, a díjak nagyságáért, az on-chain programok szoftverfrissítésének a jóváhagyásaiért, a blokkláncon keresztül, annak meghatározásáért, hogy az új feedek hogyan szerepeljenek a PIT-en, és azok referencia adatai hogyan jelennek majd meg, és ugye azért is, hogy ki szolgáltathat adatokat. Hát a DAO-nak azért ugye elég sok fontos szerepe lesz abban, hogy milyen témákat vethet fel szavazásra, illetve a láncon belül irányítással kapcsolatban. Jelenleg is folyik egy szavazás, egy élő szavazás a PriceFeed tanácsválasztásról. Tehát ugye összességében azt lehet mondani, hogy egyrészt ugye kormányzati tokenként is funkcionál a stékelés, lehet stékelni, de hogy még jutalmat ugye nem feltétlen kapunk érte, de nyilván ez egy aktív hálózatfejlődés támogatása ezen a formában. És azért egyértelműen van több funkciója is, van hasznossága, hiszen ugye ezzel gyakorlatilag fizetőeszköz is a projekten belül, tehát a token hasznosságot szerintem egyértelműen megadhatjuk neki. Jön itt azért egy érdekesebb kérdés, mindezek után, hogy a projekt mögött álló csapat és a tőke finanszírozás az hogyan alakult, mert itt bizony megint vannak homályosabb részeink is. Na, Mergi, bombáz. Van. Ugye elkövettem azt a hibát amúgy, hogy én ugye ránéztem arra, hogy mikor alapították a céget, alapból ugye úgy kezdek valahogy, hogy ki áll mögötte, és akkor kiderül, ugye, hogy 21-ben alapították a Peak Data Association nevű svájci cég. Hurrá, mindjárt úgy nagyon megröltem, azért is keveredtem én gyakorlatilag először mindjárt arra az oldalra, és ott futottam bele a rossz white paperbe. No de, a Peak Data Association, ugye ez svájci cég, és akkor ennyi. Nincs csapat, illetve hát nem találtam csapatot, nincs feltüntetve egyáltalában a csapat, nem lehet őket megtalálni a Twitteren, illetve hát meg lehet őket találni a Twitteren túrva, úgy, hogy ugye mindegyik valami fajta ilyen nicknémet használ. Gyakorlatilag nem tudjuk meg, hogy Jóska Pista, és van egy LinkedIn oldala, és megnézzük, hogy hol van, milyen munkássága, stb., hol végzett anyámként. Tehát, hogy egyáltalában nem tudunk róluk semmit. És ez... Hát, mert azért Svájc híres, hogy mit készíti rá, ugye? Jó, de nem. De tudod, ő egy termék, amit ő el akar nekem adni, mert crowdfundingol. Tehát ő neki az a célja, hogy én megvegyem az ő tokenjét azért, hogy ő pénzhez jusson valamilyen szinten. Ezért én elvárom tőlük, hogy azért legalább az arcukat tegyék már oda.
Ide nem tudok berakni egy jó hangot, de most, hogyha egy Advanced Life szemináriumon lennénk, akkor simán betoltam volna, hogy ez veszélyes. Hát, pláne úgy, ugye, hogy ő külső adatszolgáltatóként működik, ne akarjon már anonimként, de pont az ellen küzd, hogy valami valid legyen, valid adatokat szolgáljon, és akkor ő rejtőzködik. Hát, na mindegy. Szóval két finanszírozási fordulón is részt vettek elméletileg. Nem elméletileg, az amúgy ez dokumentálva volt, úgyhogy ez gyakorlatilag is megtörtént. Viszont nem hozták nyilvánosságra természetesen sem az eladott pitekeknek az árát, amiért ugye a venture-öknek eladták, sem pedig az értékelést egyik fordulóban sem azt, hogy mennyit kaptak. Tehát ezek ilyen totál rejtett adatok, ebből nem tudtuk meg, kaphattak elméletileg 2 milliót, 20 milliót, 200 milliót is, fogalmunk nincs. És azért ez amúgy rossz dolog, mert nem tudom megállapítani, hogy a cég mennyi pénzzel gazdálkodik. Tehát van-e jövője? Van-e annyi tartaléka, kapnak 200 milliót, akkor teljesen más a leányzó fekvése, mert egy ideig azért elhúzza a projekt addig, amíg felépítik magát, és akkor ez egy stabil dolog. De ha kaptak 2 milliót, az ideig, óráig elég egy ilyen apparátusnak a működtetéséhez. Szóval, ja, nem mindegy. Az első körben ugye három társaság vett részt, a Tagus Capital, a GBV Capital, meg a Chicago Trading Company, aki az egyik validátora is amúgy, és a másik fordulóban pedig valamikor 23 őszén volt, ott pedig már komoly befektetők is voltak, tehát ott már a Wintermute is megjelent, a Borderless Capital, a CMT Digital, aztán volt a Multicoin Capital, a Delphi Digital, tehát ezek már azok a venture-ek, amiket már azért úgy ismerünk is, és mögéjük is álltak, úgyhogy ez így addig a pontig rendben van, nyilván akkor ez egy idézőjelben egy ígéretes projekt, úgyhogy más is látja benne a lehetőséget, mondanám. Hát igen, de ahogy mondtad is, ameddig nem tudjuk, hogy mennyi az annyi, és igazából azt se tudjuk, hogy ki, addig azért ez egy, hát azért ugye nem x-elhetjük ki, mert alapvetően nyilván van alapító, persze nem tudjuk, és azt is látjuk, hogy az dokumentálva van, hogy őt nagy nevek támogatják, csak hát azt se tudjuk, hogy mennyi pénzzel, ami azért elég fontos lenne, és ezt továbbra is mondom, hogy a következő pár fejezetből ki fog derülni, hogy a működés szempontjából vannak kérdéses dolgok, és ott nagyon nem mindegy, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésükre, úgyhogy ő is inkább csak egy felkiáltó jelet kap ezen a ponton, mert azért ezt egyértelműen kipipálni nem lehet, ez egészen biztos. Igen, ezt én is jogosnak tartom, mert azért tényleg abból a szempontból próbáljuk megvizsgálni a projektet, hogy mennyire jelez nekünk felkiáltó jelet, vagy nem, és azért itt nem tudsz berakni egy pipát, hogy oké, minden stimmel, nem. Hát illetve itt a következő két fejezet majd pont erre fog utalni, hogy miért nagyon nem mindegy, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésükre, amit ugye nem tudunk. Hát és igen, és akkor még ide bejönnek azok a rizikók, amiket említettem, ami átfogó rizikó gazdasági szempontból, de innentől kezdve, hogy vannak ezzel kapcsolatban nincsenek ezzel kapcsolatban információink, tehát nem tudjuk, hogy hogyan tervezik kezelni, ha például valamilyen változás áll be. Na, az már kérdőjel, mert ugye a monetáris politikával kapcsolatban, ugye azt az előbb elmondtam, hogy 42 hónapig inflációs tokenként fog működni, viszont ahogy meg te mondtad az előbb, ugye a stékelési lehetőséggel tudják majd manipulálni a forgalomban lévő tokenek darabszámát, viszont ugye ez jelen pillanatban azt is igényelni, hogy valamilyen jutalmazást is vezessenek be a stékelésre, hogy egyáltalán megérje lekötni, mert hogy egyelőre kizárólag szavazati jogokért, de tudom, hogy ez kinek éri meg. Tehát befektetés szempontjából gondolkozni a projektre, az itt egy kérdőjel, mert hogy mi a reward? Tehát, hogy itt már ugye nálam egy picit csorbul a dolog, és ugye már elmítettük, hogy gyakorlatilag addig, amíg növekszik az elérhető darabszám, addig ezzel párhuzamosan kell növelnie a vállalkozásnak a termék iránti keresletet is, hogy tartani tudja ugye a token értékét. Tehát az viszont, hogy hozamot is tudjanak fizetni a stékelőknek, az kell, hogy minél több felhasználó legyen. Aki fizet, az adatszolgáltatásokért nyilván, tehát itt azért oké, végén ezt konklúziót majd el fogom mondani, mert egyre inkább csak megerősít, ahogy megyünk bele a témába, de
Nem tudom, hogy erre, nem tudom, hogy erre mit terveztél, Béla bácsi, de nálam ez minimum a felkiáltójá. Ilyen szempontból. Mert hogy nem stabil. Nem tudjuk. A Béla bácsi a nyulaidat nyújtja. Néha, bocsánat. Tehát ugye a nyulaidat néha zárd vissza a ketrecbe, légy szíves, mert örökké vágják a kábeleidet. Az a gond egyébként, most nem fogok léptetni, nézzük meg a vállalat működését is, a kettőt egybe próbáljuk megértelmezni. Okay. Jogos a felkiáltó jelezésed, aztán megbeszéljük. Nézzük meg a vállalat működését is, egyszer a kettőt megnézzük. Okay. Nem akartam belekavarni a terveidbe, ne haragudj, hogyha így sikerült. Na, te sorba van amúgy, most én saját magamat írtam a felülezőben. Ja, értem, okay. Nyulak rendben vannak. Rendben. Jó, rendben. Viselkednek. Okay, szóval, hogy is működik ez a vállalat? Ugye ez a Pith DAO, a Pythian Council-ból, azaz tanácsból, és a Price Feed Council-ból áll, ugye irányítják a teljes projektet. Mindkét tanács fél évente választásokat tart, hogy a tanácsok tagjai rotálódjanak. Úgyhogy mindkét tanács felelős bizonyos operatív programtervezetek megszavazásáért, és végrehajtásáért is, viszont nincs DAO kincstár, úgyhogy az ökoszisztéma és a fejlesztőknek szánt tokeneket is ők kezelik. Ugye a díjakat gyakorlatilag csak a Pithnet szolgáltatása után fizetnek, a Solana blokklánc felhasználói számára nulla a díj, és ez a stratégia ugye elősegíti a Solana ökoszisztéma további bővülését, de nyilván hátrányos a projekt jelenlegi gazdasági helyzetére vetítve. És a februári hónapban a PIF adott felhasználók 225 000 dollárnyi díjat fizettek, de díjak mértéke természetesen függ ugye az aktiválástól, és a használat mértékétől, és persze a Solana árfolyamától is, mert szólban számítják ezt is. Úgyhogy mondjuk Mergi ugye jelezte, hogy ez neki nem teljesen tiszta, mert ugye a szól hálózaton elméletileg ingyenes a használat, más hálózatok meg ugye miért fizetnének szólban díjat, szóval itt azért a Mergi részéről is vannak zavaros pontok, viszont ugye, igen, bocs, mondjad? Semmi, igen, tehát, hogy ez valójában egy nagy valószínűség azért, mert hogy a Solanán fut, tehát ez egy Solana fork hálózat, és akkor ők a Solanát, Solana API-t is, úgyhogy azért használják valószínűleg a Solanát, csak hát, ja, jogos, hogy a díjakat szólba kell fizetni ők azoknak is, akik mondjuk egy totál más hálózaton vannak. Hát így van, hát igen. Igen, azért is említettem, tehát hogy ez alapvetően egyébként majd nézzünk utána jobban. Mármint, hogy inkább úgy mondom, úgy fogalmazok, hogy kísérjük ezt figyelemmel, hogy ez most vajon milyen, miért is terv, vagy miért is így van, vagy miért van is így. Majdnem helyesen fogalmaztam magyarul. Mert ugye, miért is van így? Miért is van de így, inkább igen. Itt, ami érdekes, amúgy szerintem inkább az összeg az érdekes, hogy ezen a díjon ugye mennyien osztozkodnak, és hogy ez mennyire lesz rentábilis, és hogy ez hova tud nőni, és vajon mennyire fog ez nőni úgy, hogy ez rentábilis legyen. Hát figyelj, 225 000 dolláros díjon osztozkodik elméletileg ugye 98 adatszolgáltató. Szóval igen. Hát ja. Az a helyzet, hogy hát szerintem 3 napon keresztül tanakodtunk a Mergivel, hogy erre mit adjunk. mert hogy nyilván vannak furcsa dolgok, ugyanakkor ez az egész, mind a kettő, tehát a monetáris politikánál megnézett dolgok is, és a vállalat működése szempontjából is egyetlen egy kulcskérdés van, az, hogy meddig tudja emelni folyamatosan ugye az új felhasználók számát, hiszen az értelemszerűen ugye bevételt generál, tehát nagyon, nagyon függni fog attól, hogy képes-e növelni a projekt gyakorlatilag saját magát, a szolgáltatását, a felhasználói bázisát. Ez az egyik, a másik veszélyforrás az ő esetében is, egyébként sok más projekt esetében is, az ugye a DeFi és a szabályozások, hogy persze a DeFi-t eltörölni valószínűleg nem lehet, de hogyha jönnek rá a szabályozások, az nyilván például egy ilyen projektet eléggé el tud lehetetleníteni. De egyrészt a DeFi
szabályozás, azért az mindenkire igaz lesz, és nem klasszikusan a projekttől függ, ez egy helyzet, ami nem tőle függ. A másik része pedig, hogy felhasználókat kell növelni. Igazából addig variáltunk, hogy azért adjuk meg neki a pipát, mert tulajdonképpen az összes vállalkozásnak végsősoron ez a célja. Növelje a forgalmát, növelje a vevőit, növelje a bevételét. És itt is igazából, amiket itt most felsoroltunk, persze gyanúsak, meg hogy sok mindentől függ, de igazából csak ettől függ. Tehát ha képes huzamosan növelni a felhasználói bázisát, akkor egyébként lesz pénz köbben mindenre. Amit pedig kihúztunk a tőkefinanszírozáson, az elején ez nyilván nincsen meg, amíg beindul, mint minden vállalkozás. Ott egy nagyon nagy kérdés lenne az, hogy mi az, amiből tudják ezt finanszírozni, ezt nem tudjuk. Tehát igazából azt kapott felkiáltó jelet, és ők pipát kaptak, és a másik oka még, amiért inkább a pipa mellett döntöttünk, az pedig az, hogy a növekedése jelenleg egyébként borzasztóan nagy, semmilyen még a legkisebb anomáliát sem látjuk benne, de erről ugye kicsit később. Viszont emiatt aztán úgy döntöttünk, hogy inkább arra hajlunk, hogy végsősorban ez rendben van, hiszen minden más vállalkozástól is ezt várnád el, hogy növekedjen. Ő tekintve, hogy nemrég indult, ez nyilván neki egy necces, sokkal fontosabb, sokkal inkább az a kérdés, hogy mennyi pénz van a bankben, ameddig ezt tudják finanszírozni. Az, hogy növekednie kell, hát persze, szinte mindennek növekednie kell az, hogy fent tudja tartani önmagát. Úgyhogy emiatt nem lett felkiáltó jeles gyakorlatilag, de nagyon sokat tanácskoztunk rajta, ez kétségtelen. Nap mint nap, hogy akkor, de mégis, de akkor nézzük meg ezt is, de hát ha ezt is figyelembe veszünk, és aztán igazából egy kicsit a pipa felé billent, de abban maradtunk, hogy ezt mindenképpen elmondjuk, hogy nagyon sokat tanakodtunk rajta, szinte felkiáltó jeles, de valójában tekintve, hogy egy kezdő projekt, nyilván, ha meg tudják csinálni, akkor tök jó lesz, ha meg tudják csinálni. De ez meg nem a projekt függvénye összességében. Egyébként a projekt önmagát, tehát a működése, a rendszere, amire lő, az mindazt predesztinálná, hogy egyébként meg tudja csinálni. Most, hogyha bármilyen viszmagyar esemény történik, például a Defit nagyon elkezdik gyepálni, az nyilván nem fog neki sikerülni, de ez nem feltétlenül a projektnek a problémája. Úgyhogy emiatt aztán a pipa mellett döntöttünk. Oké, tehát gyakorlatilag demand kérdés az egész. És hogyha demand kérdése, akkor nézzük meg, hogy igazából mennyien ismerik őket, vagy hogy alakul a demand? Milyen lehetőségeik vannak? Hát ugye alapvetően ez nem klasszikusan a demand, de a közösséget előtte megvizsgálva nyilván a demandra is van alapvetően hatása. Ugye a Discordon 83 ezer tagot számlál, van élet, és alapvetően ugye elég sok dolgot ki is találnak ugye a tulajdonosok, főként ugye a következő körös airdroposoknak, ugye az X-end, az X-Twitteren közel 230 ezeres követőtábor van, naponta több tweetes kommunikációs van, néha csak egy képformájában, de alapvetően a jól kommunikálnak a Twitteren is, a teljes ökoszisztémában történő dolgok retweetelésével, és maga az ökoszisztéma egyébként iszonyat nagy, ugye azzal, hogy 52 blokklánccal vannak partnerségben, tehát alapvetően a Twitteren egészen jól kommunikálnak és up-to-date tartják. A Telegramon 13 ezer körüli felhasználó van, ott főleg a stékeléssel kapcsolatos dolgok mennek, nyilván nem ez a kommunikációs fő folyam, a 13 ezer taggal sem, és hát ugye a stékelésről sincs túl sok mindent beszélgetni szegényeknek, tehát igazából a Telegramon kevésbé van most élet, de javában folyik ugye a token airdropnak a második fázisa, amiben több mint 160 decentralizált alkalmazás vesz részt, ami ugye azért az ökoszisztéma fejlesztése iránti elkötelezettséget jelzi, tehát igazából a közösségi jelenléttel nincsen gond. Nyilván a Telegramon szegény sztékelősök egy kicsit unatkoznak, de a többi az tibörök, tehát hogy ez igazából oké. Vagy legalábbis a bankszámlájuk unatkozik. Hát igen, nem sok mindenre beszél. Te is sztékelted, én is, és mit kaptál? Hát semmi. Akkor szavazzunk, és akkor szavaznak. Jó, már jó projekt, nem azért veszik most. Ja, értem, oké. Na jó, de... Viszont szerintem az újabb problémát alak. Az a baj ezzel, hogy a hitet kicsit alá is kell támasztani, és azért ugye elvárnák egy projekttől, hogy akkor mindent is tegyen oda annak érdekében, hogy én ebbe a projektbe higgyek. Ezt még jobban megerősítettél. Igen. Jó, de ha meg belegondolsz, akkor most az, hogy pusztán a hitre is ennyien vannak, az megint egy jelzőszám, és igazából jó is, hogy beraktad a közösséghez ilyen szempontból.
mert nyilván ez egy közösségi erőt mutat, hogy nem kapnak érte semmit, mégis stékelik, mintha muszáj lenne. Részt vesznek a vállalat irányításában, könyörgöm, az governance. Mérlegeljünk. Én azt mondom, mérlegeljünk. Múltkor azt mondtad, hogy, és ugye abszolút nyilván egyetértünk benne 100%-ig, hogy azért azzal mégiscsak megmutatja a cég a tisztaságát, hogy hajlandó önmagát auditáltatni. Itt mi a helyzet? Na hát, mindig nekem adjátok most itt ezeket a dolgokat, na, ez megint csak az van, hogy elolvasom, fú, de ugye a honlap, amúgy ezt hozzátenném, gyerekek, hogy a honlap az nagyon szépen letisztult, nagyon tetszett, már egy csomó minden ott van, elég jók az ilyen tutorial videók, a fejlesztőknek, a közösségnek, a mindenkinek, tehát egy nagyon-nagyon szép és letisztult honlapja van magának a projektnek, az nagyon pozitív számára, és na, és hát onnan nyilván átvisz az auditokhoz a GitHubra, és akkor így olvasom, fú, tele van mindenki, de zellik, szertik, otterszek, mindenkinél ott van, PDF, stb. Aha, és akkor próbálom letölteni, és nem megy, mondom a fenébe is, és akkor nézem a szertiknél, ugye átmentem, mert hogy nem sikerült nekem letölteni, ugye aztán később sikerül, de az volt egy ilyen pont, amikor én átlátogattam a szertik oldalára, hogy egyáltalán akkor onnan letöltöm ugye a magát az audit anyagot, hogy akkor mit is írnak róla, és akkor így nézem, a Certik oldala meg azt közli, hát, hogy ők nem végeztek a Peat Networknek auditot. Mondom, mi történik itt? Itt valami anomália van ezzel, úgyhogy valójában azt így nem tudtam meg akkor végül is. Le lehetett tölteni amúgy a régi Certiket, amit 2022-ben csináltak a projekt számára, viszont a Certik meg azt állítja, hogy nem végzett számukra auditot, illetve hát kódauditot, nem csak valami harmadik féltől származó auditjai vannak, úgyhogy ja. Tehát, hogy itt egy picike anomáliát véltem észrevenni, viszont az Zellik tényleg csinált számukra 2023. március 6 és 8-a között auditot, azt meg is találtam. Ő felülvizsgálta a Peat Networknek a kódját, biztonsági sebezhetőségeket, keresett tervezési problémákat, biztonsági helyzet általános gyengeségei szempontjából figyelte, és alacsony sebezhetőséget állapított meg, úgyhogy ez így ebből a szempontból szerintem rendben van. Kormányzásra még két auditot csináltak 22-ben, az Zellik és az Otterszek, viszont ezeket sem nagyon tudtam letölteni sima userként, az Otterszek oldalán pedig nem lehetett hozzájutni, mert nem tették publikussá, mondjuk azt nem is tudom, hogy a 2022-es varja, ugye a white paperből kiderült, hogy az egy elavult rendszer volt, úgyhogy most már 2023-as lenne érvényben, úgyhogy ez talán nem is feltétlenül fontos, hogy azt majd speciál nem tudtam elolvasni, úgyhogy de ebből a szempontból kicsit ilyen anomáliát vélek felfedezni, hogy most akkor van, nincs, mi a tiszta, azt is ott le kéne nekik tisztázni. Tehát nekem ez a problémám ezzel, hogy van egy csomó olyan adat, ami nem valós, tehát hogy így... Viszont, hogy már jót is mondjak, a Peat Networknek van egy bug bounty programja, ami ugye a telepített kóddal kapcsolatosnak és a problémáknak a megtalálásáról szól, ez abszolút pozitív. Úgyhogy... Szóval ez is váltásfinális. Van is audit, meg nincs is, ami pedig van. Az igazából az auditáló szerint nincs. Számokra auditot, tehát ugye az egy abszolút valid dolog. A bug bounty program meg az nagyon jó, hogy létezik, és hogy a közösségnek az ereje az ott van, és hogyha véletlenül valamilyen problémát találnak, akkor az jutalmazva is van, és ki is javítják. Viszont nekem van egy-két ilyen felkiáltójeles történet, már ezzel a szertikes anomáliával, is, illetve azzal az anomáliával is, hogy ők ugye nem tették publikussá ezeket az adatokat, mert hát valójában nem tudom megállapítani a publikusság nélkül, hogy hol van a sebezhetőség, és amit megállapítottak, hogy ők azt helyrehozták-e. Mert az egy dolog, hogy megállapítanak valamit, a másik dolog meg, hogy ők erre reagálnak-e, kijavítják-e,
Érted? Tehát, hogy ezt valójában nyomon kell követni, mert az egy dolog, mindenki hibázik, aki tervez valamit, és az a szuper, hogyha valaki ezt észreveszi, és még időben ez ki van javítva. Ezért vannak az auditok. No, de ha én nem tudom megállapítani, hogy ők mit állapítottak meg, mert nem tudom elolvasni, akkor honnan tudom, hogy mit állapítottak meg, és mit kellett kijavítaniuk. Ez az egy dolog, hogy odaírják, hogy van audit. Oké. Okay. De mi van benne? Ez a baj, hogy nonsense. Tehát most gondolj bele, van egy éttermed, mondjuk Angliában, és ugye mindig kötelező csinálni egy úgynevezett food safety auditot, amit ráadásul a food safety agency csinál. Tehát az FSA csinál egy auditot, és akkor kirakasztott az ablakra, hogy te hány csillagos vagy. Ez nem a Michelin csillag, hanem hogy egyébként food safety szempontjából, tehát mennyire kezeled biztonságosan az ételeket, mennyire vagy tiszta, stb. Te kitapasztod az ötös csillagot az asztalodra, vagy az ablakodra, bocsánat. Aztán fölmész te, mint látogató, mint vendég, mert ugye Angliában ez egy megszokott szokás, így, hogy megnézzük, hogy hány csillagos food safety szempontjából az étterem, mert ha már 4 alatt van, akkor nem megyünk oda enni. És fölmész az FSC-nek az oldalára, és egyszerűen vagy azt a választ kapod, hogy nem végeztünk auditot, vagy azt a választ kapod, hogy végeztünk auditot, de nem nézheted meg. Tehát, ahogy te is mondtad, what the fuck? Tehát így, ez egy kicsit kérdéses nálam, vagy ilyen red flag. Ez nálam red flag, tehát hogy így, oké. Okay. Nem túl őszinte ez az audit része. De látom, Béla bácsi, be is raktad a felkiáltójelet egyből. Ja, azt mindenképpen, igen. Red flaget azért totálisan nem kapott, mert nyilván azért vannak, de azt kicsit tényleg vannak anomáliák is. Ja. Hát én ételbiztonsági oktató vagyok, úgyhogy nem red flag, de megértem, hogy nálatok miért. Azért gyerekek, mert hogy ugye 50 anomáliára is dolgozik, tehát hogy azért itt van ezer is egy sebethetőség lehetősége. Oké, hogy a wormhole-t használja, és a wormhole-t meg már kibeszéltük, hogy ez hogy működik, tehát hogy ezzel valójában bevon valakit, no de nem tudom, tehát úgy gondolom, hogy ez egy kicsit komolyabban kéne venni. Oké. Okay. Ja, hát ez mindenképpen felkiáltójá. De nézzük, mit mutat a piac. Ha már annyit beszéltünk a piacról. Oké, mit mond a piac? Tehát ugye a PIF, az ugye 3,735 milliárd dollár értéket képvisel, illetve biztosít, és támogatja a kriptoeszközök részvények, devizapárok, ETF-ek és árucikkek árfolyamát 162 protokollon, és jelenleg ugye 53 blokkláncon keresztül. Mit is jelent ez pontosan? A teljes biztosított érték, tehát a TVS, az összes olyan okos szerződésen belül zárolt teljes érték, tehát a TVL, amely egy adott decentralizált orákulum hálózat megfelelő működésétől függ. És ugye a biztosított összérték egy olyan mérőszám, ami ugye Oracle hálózat időbeli növekedésének nyomon követésére jól használható. És ahogy az összes összehasonlítható táblázatból ugye kiderül, az a biztosított érték messze elmarad a konkurens Chainlink mellett, és csak a negyedik legnagyobb ilyen orákulum a piacon, azonban messze vezeti a blokklánc támogatottsági mezőnyt, ami nagy potenciált jelenthet számára még ugye a jövőben. És a PIF az érték több mint 90%-át biztosítja 9 másik blokkláncon, és több mint 50%-át 16 másik blokkláncon is, legalábbis 2024 januárjától. Ami pedig ugye a Solana verzióját illeti, a PIF az egyik leggyakrabban használt protokoll a Solana rendszerében. Naponta körülbelül 100 millió Solana tranzakciót kezdeményeznek a PIF hálózatát, vagy a PIF hálózat adatszolgáltatói, hogy 10 millió árfrissítést generáljanak, ugye ez 200 ezer eszközönként. Ugye az Oracle tranzakcióit 2024 februárjában a Solana összes tranzakciójának átlagosan 20%-át tették ki, és a blokkláncon lévő értékek 95%-át ők biztosítják. Ez egyébként elég magas érték ahhoz képest. Amúgy egyelőre minden... Ja, mert ingyenesen nyomják, tudod. Hát igen. Tehát az összes konkurens az pénzért csinálja, ők meg ingyen, azért. Igen. Amúgy ugye egyelőre minden adatban növekvő tendenciát mutat, mint ugye az adatszolgáltatók, mint pedig ugye a felhasználók is nőnek, és ezzel együtt ugye a napi felhasználói bázis is, tehát Bélának a megállapítása, hogy azért itt van demand, egyelőre legalábbis, az megállja a helyét ezen a ponton. Igen, és konstans, tehát hogy itt még csak kilengéseket sem látunk belőle egyelőre. Nyilván egy nagy kérdés lesz, hogy mennyire tudja ezt tartani. Igen. De igen, ez volt az a pont, amikor igazából amellett döntöttünk, hogy nem kap felkiáltó jelet.
Hát az, hogy ezt tudják tartani, az nyilván kérdéses, de az meg nem a mi dolgunk, hogy ezt megjósoljuk. De jelenleg ezek alapján végsősoron elméletben akár tudná is tartani a tervet. Uh-huh. Meglátjuk, hogyan tovább. Meglátjuk. És aki ebben még beleszólhat, ugye, mert itt a piacelemzés az egyértelműen ilyen szempontból megkapja, amit meg kell kapnia, ez egy zöld lámpa. És a konkurencia. Ugye, amikor a kripton alapvetően Oracle szolgáltatóról beszélgetünk, most már többször felmerült ma is a neve, akkor alapvetően ugye a linket, a child linket fogjuk előszedni hirtelen. Nyilván, ha valaki ezt hasonlítani kell, akkor a nagy öreg. Nyilván a szektort magát, ugye a child link uralja, hiszen Jöttek a nyulak? Nem. Tehát a Chronicle Protocol 17-ben létrehozta ugye az első on-chain Oracle-t, ami a MakerDAO számára, viszont csak 2023 év végén nyitott nyilvános Oracle hálózatot, és csak 2 darab blokklánc számára nyújt szolgáltatást, és ugye ebből a kis grafikomból kiderül, amit most nézünk, hogy 3 protokoll biztosít nagyobb értéket, mint a Bitnetwork, ugye a Chilink, a Chronicle és a Wink. De azt is látjuk, hogy magasan a Pitnek van a legtöbb blokklánc partnere, viszont ugye, és mi a hátránya a Chainlinknek a Pittel szembe? Alapvetően ugye a Chainlink elsődleges árfolyam feed Oracle nódjai másodlagos forrásból szerzik be az adatokat, ugye erről az elején beszéltük, hogy nagyon fontos, hogy elsődleges forrásból legyenek az adatok. Tehát nem stabil. És nem az, hogy nem stabil, lassú ilyen szempontból, tehát hogy nagyon lassú. Illetve akár a megbízhatósági kérdések is ugye értelemszerűen fel fognak merülni. Igen. Illetve ugye a push modellt alkalmazzák, és csak meghatározott időközönkénti árfrissítéssel tudnak adni információt a blokkláncokra. És itt azért minden egyes on-chain frissítés költséggel is jár. Tehát egyrészt ugye több hibaforrással dolgozik, hiszen csak másodlagos forrásból szedik az adatokat, például a CoinGecko-tól, másrészt pedig lényegesen költségesebb, mint a Pitnek a pool modellje. Ugyanakkor azért a Chilink is fejlődik, mert most már például az Arbitrum hálózata számára a Data Streams használja, ami már a pool modellt is alkalmazza. Tehát fejlődik a link is, de a link egy légi motoros. Ugye itt az a nagy kérdés, hogy ha valakinek választania kell egy Oracle szolgáltatót, akkor kit választ? Azt, aki mondjuk 3 vagy x éve a piacon van, vagy egy 4 hónapos startupot, amikor alapvetően tudjuk, hogy kényes adatokról van szó. Tehát ilyen szempontból bár olyan nagyon nagy konkurenciája nincsen, amit kitalált az akár fölégű emelhetné, és egyébként ugye kiszolgálásban egyértelműen fölégű emelkedik már, és sebességben és megbízhatóságban is, de hát nincs olyan nagy nevük még, és itt azért kényes adatokról van szó. És ez lesz a nagy kérdés, hogy ebben az érában hogy fognak tudni majd teljesíteni, mert azt nem mondom, hogy nagy a verseny. Tehát konkurencia szempontjából egyébként egyrészt jól állnak, egyértelműen pipát kapnak erre is, mert startupként is már mondjuk jobban teljesítenek, mint a nagy öregek, de az, hogy a piacon ez mennyire lesz elég, ilyen jellegű kényes adatoknál, hát az egy kérdés. Az egy nagy kérdés. Ez szerintem a kulcs itt a népszerűsítés, mert hogyha maga az operáció valóban az, és még ez fejleszthető is ráadásul, és esetleg bár ezt nehezen tudnám elképzelni, de például a Chainlink ilyen szempontból nem készül valami felzárkózással, hogy a piaci hátrányt ugye ledolgozza, akkor ez működhet, hogyha a Chainlink felkészült arra, hogy a piaci hátrányt ledolgozza, akkor pedig még akár, főleg így kezdetben egy egészséges konkurens verseny is kialakulhat. Na most érdekes talaj ez egyébként véleményem szerint a kriptópiacon, mert egyszerűen nem olyan öreg a kriptópiac, hogy körvonalazódjon a konkurensek hogyan is bánnak egymással, főleg egy egészséges konkurens versenyben. A felzárkózás biztos, tehát hogy az egy ösztönös dolog egy vállalkozástól, de a konkurencia kérdése az talán, vagy legalábbis részemre ez az első igazán olyan példa, amely ugye reprezentálja ezt, és valószínűleg a tapasztalat miatt fogom ezt követni, csak hogy kapjunk egy képet arról, hogy hogyan is bánnak egymással a kriptopiacon belül így a konkurens cégek.
A konzekvencia én személy szerint, amit levontam ebből az egészből, ahogy átmentünk rajta, az az, hogy véleményem szerint ez egy két csatornás dolog a projekt szemszögéből. Van egy vezetőség, amely valószínűleg A, vagy nem tudja, hogy mit csinál, B, vagy leszarja, mert a pénz érdekli semmi más. És ez mellett van egy projekt operációs team, ami viszont nagyon is tudja, hogy mit csinál, nagyon is tapasztalt ebben az ériában, mert hogy foglalkoznak olyan dolgokkal, és ez rögtön a white paper és a technikai részlet után kiderült azonnal, hogy olyan dolgokkal is foglalkoznak, ami egyébként a normális felhasználót nem feltétlenül köti le, mert nem lát mögé, hogy például milyen problémákat vethet fel az, hogy milyen adatokat használnak fel, mennyire megbízható az adat, amit felhasznál. Na most ezzel ők nem csak foglalkoztak, hanem fejlesztettek is rajta. Szóval nálam a kettősség az egész projekttel kapcsolatban az, hogy itt egészen biztosan lesz egy fight, ha már nincsen az operációs team és a vezetőség között, hogy milyen szemlélettel is kell ezt az egész projektet véghez vinni, és ez okozhat majd későbbiekben problémát. Ugyanakkor ez lehet egy talaja annak is, hogy megfelelő irányba fejlesszék a vezetőséget is, esetleg ha van nem túl tiszta gondolata a vezetőségnek, ezzel nem azt akarom mondani, hogy van, csak hogy alapvetően ha esetleg ez előfordul, akkor jó irányba terelje ezt a gondolatmenetet, és ők is változtassanak a hozzáállásra. Láttunk erre már példát, csak azért mondom így, tehát ez alapvetően már egy megtörtént dolog, meg egy rutinos kép, tehát tudjuk, hogy ez miről szól. Szóval körülbelül ez az én véleményem, hogy azokat a felkiáltó jeleket, amiket be tudtunk rakni, ha jól megnézed a kategóriákat, white paper, tőkefinanszírozás, audit, milyen kategóriába tartozik ez? Nem operációs kategória, hanem vezetőségi kategória. Amit ki tudtunk pipálni, technikai részletek, gazdasági modell, token eloszlás, token használhatóság, monetáris politika, még egyébként ez nem az operációba tartozik, vállalatműködés talán, közösségi jelenlét igen, piaci elemzés alapján származtatott információ az ugye az operációt tükrözi vissza, és a konkurencia megint csak a vezetőségé. Tehát gyakorlatilag van a vezetőségnél három felkiáltójel, két pipa, és a technikai csapatnál van az összes pipa. Szóval igen, tehát így két szereplőt lehet kategóriában meghatározni szerintem a projektnél. Azt nem tudom, hogy ez mennyire fog. Hát és itt tegyük hozzá, hogy azért a monetáris politikát is azért az a billegő kategória volt elég erősen, meg a vállalat működését ezen a ponton igazából. Jogos, igen. A vezetésnek a két pipája már szinte zéróra csökkent. Oké, okay, most akkor hozzátenném gyerekek, hogy a vezetőség az viszont már a DAO lesz, tehát azért kell venned tokent, besztékelni, és dönthetsz a kérdésekről, az irányításról, a projekt irányításáról, szóval ja, egy kicsit kidelegálták magát a vezetést a token tulajdonosok felé. Ez akár még lehetőség is lehet. Hát igen, de az a későbbiek lesz azért igaz, tehát a white paper-en ez nem bagváltoztatni sem a tőkefinanszírozáson. Mondom, hogy most már gyakorlatilag ugye mondtuk, ez a két tanács fogja átvenni magát ezt igen. A fajta vezetési szerepet. Amúgy ebbe a projektbe, bocsánat, és összességében úgy gondolom, hogy ebbe a projektbe amúgy van óriási potenciál pont azáltal, ami az erőssége, az az 52 vagy 53 darab hálózat, és azokra épült decentralizált protokollok, applikációk, bármi, ami pénzügy, tehát a DeFi szektornak az összes olyan protokollja, az... annak egy hatalmas lehetőség lenne ez, hogyha velük dolgoznának, mert ugye gyorsabban, olcsóban kapnák az adatok, úgyhogy őben nagyon nagy lehetőség van a fejlődésre. Nagy kérdés, hogy tényleg a Chainlink az hogy fog erre reagálni, és hogy mennyire gyorsan tudja váltani majd ezeket, vagy mit fog ígérni. Illetve ami nekem még problémás ennél a projektnél, ami tényleg egy picikét olyan necces, ez az ösztönzőknek a kérdése. Mert az ösztön, ez egy ilyen 22-es csapdája, tehát... kéne több fejlesztő meg felhasználó, de nincs pénz ösztönözni. Tehát, hogy a pénz az ösztönzés, az pont onnan jönne, hogy minél több felhasználó legyen. Tehát, hogy ja.
De ez is ezért nem mindegy, hogy a venture capitalok mennyi pénzt adtak a projektnek. Nem, és valószínűleg egyébként nem eleget, de akkor ez is lehet valamilyen szinten pozitív, például abból a szempontból belegondolva, hogy abban nem ment bele a cég, hogy jó, akkor felveszek $1 milliárd, hogy ezt a részét a projekt nekilódulásának ugye meg tudjam támogatni ezzel. Tehát, hogy ezt a döntést nem hozta meg. Nem. Úgyhogy ez nem feltétlenül negativitás. Én a Chainlink-es részét azt nagyon nagyon érdekesnek tartom. Mondom, én ezt mindenféleképpen nyomon akarom követni, mert két értelmes projekt egyértelműen konkurensek lehetnek, és nagyon fontos lesz, hogy te is mondtad ugye a Chainlink-nek a válasza. Szóval kíváncsi vagyok, hogy mi a tézis, mi az alapfelfogás, hogy oké, rendben, konkurensek vagyunk egy olyan piacon, ahol valószínűleg csak ketten vagyunk egyelőre legalábbis konkurensek. Tehát gyakorlatilag ki akarjuk nyírni egymást, vagy pedig egy egészséges konkurencián keresztül fenntartani egy egészséges piaci növekedést. Mert hogyha a piaci növekedést támogatják, akkor az nagyon pozitív lehet. Szóval nekem a konklúzióm az, meg azután, amit mondtál, és információt, akkor meg még tisztább, főleg tisztább, hogy gyakorlatilag vállalkozás biztonság szempontjából, hogy ez mennyire stabil, az azt fogja eldönteni, hogy a DAO mennyire szakmai ebben a kérdésben. Ez. Akiről tudjuk, hogy kevésbé szakmai, csak stékel. Hát erre fölhívtam hát múltkor is a figyelmet, de igen. Igen. Ja, amúgy viszont... ennek van egy hátránya ezzel kapcsolatosan, hogy minél több tokened van, annál nagyobb lesz a hangod. Úgyhogy, ja. Igen, nem is értek ezzel egyet, mikor vállalkozásvezetésről beszélünk, de igen. Hát ez már az Ethereum-nál is problémás párnak, hogy Coinbase-zel az élen, de igen. Igen, igen. Ja. Szóval ennyi volt a projekt. Egyrészt, igen, ennyi volt a projekt, remélem, hogy aki kíváncsi volt rá, az mindent is megtudott, amit szeretett volna. Másrészt szavazzatok megint a YouTube videó alatt, hogy mi legyen a következő. Bár a következő podcastünk valószínűleg szinte biztosan ugye adózás, már nagyon sokan vártátok, meg kérdeztétek, hogy lesz-e idén is. Nyilván lesz, úgyhogy a következő azért szezon van, úgyhogy a következő szinte biztos, hogy adózás lesz, de azt követően ugye folytatjuk ezt a sorozatot, úgyhogy szavazni a videó alatt ugyanúgy lehet, és amint látjátok most is, ha legyen szavaztok rá, akkor elővesszük. És itt lehet egy kérésem Béla bácsi, mindenki felé, aki megnézi a videót, írjátok már le nekünk kommentben, legyetek olyan kedvesek, hogy oké, ti ebből az egészből milyen konklúziót vontatok le? Tehát, hogy nektek mennyire lett ez a projekt így most szimpatikus, vagy kevésbé szimpatikus? Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy nektek erre mi a válaszotok. Úgyhogy erre én biztos, hogy figyelni fogom a kommenteket ezzel kapcsolatban, hogy mi a véleményetek róla. Ezt írjátok le nekünk. Jó ötlet. Én is kíváncsi vagyok rá. Ugye? Oké, srácok. De akik még itt vagytok a Discordon, ti is gyorsan csak írjátok meg. Abszolút, a chatbe írjátok le. Kis rejtő regényt ne írjatok, de ezért írjátok le, kíváncsiak vagyunk. Szóval, nagyon szépen köszönjük, hogy voltatok ma, és mindenkinek köszönjük, aki majd holnap, meg holnap után, meg azután meg fogja nézni a videót. Hogyha úgy érzitek, hogy hasznos ez a munka, amit csinálunk számotokra, kielemezzük a projektet, tényleg utána járunk, főleg ugye Mergi az, aki tényleg mögé megy, és tényleg beleássa magát, akkor dobjatok nekünk, kérlek, egy lájkot, osszátok meg a videót, és ne felejtsetek el feliratkozni. És egy információ, amitől én magam kapok hány ígért egyébként, de ezen a ponton el kell ismernem, tényleg köcsög a YouTube. De tényleg tünteti el a videókat, és tényleg nem küldi ki az értesítéseket, úgyhogy menjetek biztosra, hogy feliratkoztatok, és a kis csengő be van kapcsolva, és arra szeretnék kérni mindenkit, hogy ha annak ellenére, hogy a kis csengő nincsen bekapcsolva, nem kapja meg az értesítést a videóról, nagyon szépen megkérlek benneteket, hogy gyertek fel egy videóhoz, teljesen mindegy, hogy melyikhez, látni fogom, hogy jön egy új komment, és jelezzétek, hogy hey, felraktál videót, de nem kaptam róla értesítést. Csak azért, mert most én egy kis hadjáratot tervezek a YouTube ellen, gyűjtöm az információt, hogy mégis hány ember nem kapja meg az értesítést, és el akarom nekik küldeni. Mert hogy problémák vannak ilyen téren, úgyhogy ezzel tudjátok segíteni a kis kutató munkámat, hogyha megírjátok kommentben, hogy nem kaptátok meg. Ez mellett pedig ne felejtsetek el feliratkozni a,
az eventre, vagy livestream, vagy élőben, ha el akartok jönni. Mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel látunk. Ha valaki kezet szeretne fogni Pogácsa Zolival velünk, vagy pedig a Pepperstone-nal, akkor ott a helyed, a többit pedig mi intézünk, és hidd el, nem fogsz unatkozni. Oké, srácok, köszönjük, hogy voltatok. Mindenkinek nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk, és reméljük, hogy Béla eldugta a nyulait ez alkalommal, és hát igen, jó pihenést. Kellemes nyuszit mindenkinek, kevésbé rágósat. Így van, kevésbé. Én is csatlakozom, és én is kellemes húsvéti ünnepeket kívánok mindenkinek. Köszi. Sziasztok. Sziasztok, ciao.